Akkor már is magunkat. És itt vár minket dr. Papi Ildikó. Jó reggel. Jó reggelt kívánok. Akivel ugye pigmentfoltokról beszélgetünk, illetőleg a lézeres kezeléséről. Ezt télen kell megtennünk, mert nyáron nem kezelhetjük a foltjainkat lézerrel? Igen, ez nagyon jó kérdés. Általában a pigmentfolt az elég gyakori problémát szokott okozni. Ugye semmiképpen nem szép, hanem nem egyenletesen szépen pigmentált, egyenletes színű az arcnak a bőre. És hát a pigmentfoltok azok különböző okokból, akár belgyógyászati betegségekből, akár pedig gyógyszerek mellékhatásaként is létrejöhetnek. És a hölgyeknek ugye ez zavaró tényező, de még a férfiak is jelentkezzek ezzel. Tehát a pigmentfolt az voltak éppen az anyajegy, vagy ez egy külön műfaj? Kiváló a kérdés. A pigmentfolt az nem anyajegy, az egy külön kérdés. Ez a fokozott melanin termelés leginkább a napnak a hatására, az UV-sugárzás hatására jön létre. Valójában nem betegség, hanem inkább esztétikai probléma, és ezért mindenképpen érdemes ettől azért megszabadulni. Örök kérdés az is, hogy ezt a nap ugye okozza, de okozhatja a szolárium? Igen, természetesen okozhatja a szolárium is, úgyhogy egyáltalán ugyan a nagyon sok szoláriumozást azért nem annyira javasoljuk, mert az nagy mértékben öregeti a bőrt. Na most különböző kenőcsökkel lehet ezeket kezelni, több-kevesebb sikerrel, de a leghatékonyabb a kémiai hámlasztás, természetesen orvosi kémiai hámlasztásról beszélek, mert általában a pigment, a melanin a bőrnek a mélyebb rétegeiben helyezkedik el. A leghatékonyabb a lézeres kezelés, ahogy éppen erről a kérdés ugye megtörtént. De ez okoz valamilyen problémát egyébként, vagy csak esztétikailag? Esztétikai problémát okoz, ha valóban pigmentfoltokról beszélünk. Tehát ide tartoznak a szeplők, ide tartoznak az ilyen kávéfoltszerű foltok, főleg a terhesség az nagy mértékben segít ezeknek a kialakulásában. Az öregedés a hormon. Esetleg? Az öregedés is, bár el kell különíteni pigmentfoltokat és úgynevezett szemölcsöket, amelyik inkább az öregkori szemölcsök. Erre való a dermatoszkóp is, ugye, hogy ezt meg tudjuk megnézni, hogy mi a különbség. Amit a kéz felületén alakul ki, nagyon gyakran, azok milyen foltok? Mert azok is ilyen barnás. Szintén, ezek pigment foltok, akár vagy öregségi foltok lehetnek, tehát ez változó, vagy pedig szintén szeplők. Nehogy nem eszem elő következtetéseket azért. És a kéz az nagyon árulkodó, ugye, tehát azról ne feledkezzünk meg, hogyha ne csak az arcról próbáljuk ezeket eltüntetni, hanem a kézről, nyakról, dekoltázsról is, mert ezek árulkodnak. El lehet tüntetni? El, természetesen, ezt lézeres kezeléssel. Csak a lézer. Pillanatok alatt el lehet tüntetni, főleg azért érdemes ezt télen csinálni, mert utána azért a napfény nem jó, ha pontosan éri a bőrt, és egyébként akiknek pigmentfoltja van, vagy pigmentfoltra hajlamos, annak sajnos számolnia kell azzal, hogy napfényvédőt kell állandóan alkalmaznia. Egyébként is javasolt. Látom, hogy ott van a kezében, nem tudom szakmai nyelvét, micsoda. Igen, de, hogy... ez egy dermatoszkóp, azért hoztam be, hogy például ezekkel meg lehet különböztetni, amit ön nagyon jó kérdést feltett, az anyajegyet, a pigment foltoktól. Hát akkor lenne is egy kérdésem, hogy akkor ez itt... Nem, itt van. Ez egy ilyen kis pötty, ami itt van, de ez eddig nem volt. Hogy akkor... Ugye ez mi lehet? Ez mi lehet? Ez általában úgy szoktuk megvizsgálni, hogy dermatoszkópot rátesszük, megnézik, és a dermatoszkóp az valójában egy kézi nagyító, itt rögtön mérő, tehát ilyen mérőszalag, vagy ahogy mondhatom, is van benne, meg lehet határozni, hogy ez milyen nagy. Hát ez egy pici anyajegy, amit látok. Ez anyajegy, jó. És hát most keletkezett, most vetted észre magad? De hogy most lehet, hogy itt volt, de hogy most vettem észre, mert ez egy ilyen picike, de eddig nem volt ott. Azt hittem, hogy kávé vagy valami, de nem szól, akkor ez nem, ebben nincs semmi rossz indulat, ebben nincs semmi betegség. Rossz indulatú, semmi betegség, és az anyajegyeket másképp kell kezelni, és a pigmentfoltokat másképp kell kezelni. Az anyajegyeket általában kimetszük, a pigmentfoltokat meg lézeresen kezeljük, tehát nagyon fontos, hogy ezt elkülönítsük, először mindenképpen bőrgyógyásznak kell látnia ezeket az elváltozásokat, és a bőrgyógyász fogja megmondani, hogy ez kimetszésre kerül, vagy pedig a lézeres eltávolításra. Léteznek ezek a kicsit kékesebb foltok, például a fiamon van mongolfolt, ezeket el lehet? Mondjuk az ő esetében pont nem szeretném eltüntetni, de el lehet tüntetni?
Hát el lehet tüntetni, de az már inkább sebészetileg, tehát ez nem a pigmentfoltok kategória, nem, az a, nem olyan pigmentfoltok kategóriájába tartozik, mint amelyiket lézerrel lehet. Ennek speciálisabb megoldása. Akkor kicsit van. Beszéljünk arról, hogy hogy is történik egy ilyen lézeres kezelés. Lézeres kezelés úgy történik, hogy a bőrgyógyász megnézi, azt mondja, hogy igen, ezt lézerrel le lehet tüntetni, és erre speciális orvosi lézerek találhatóak, amelyekkel fájdalommentesen, nagyon rövid idő alatt nagyon szépen eltünteti a pigmentfoltot, ugyanis ezek a lézer, speciális lézer sugarak különböző vagy a vörösbe, vagy a barnába elnyelődnek, és így a pigmentfoltokat meg lehet szépen szüntetni. És akkor ez hogy néz ki, hogy keletkezik valami sebb, vagy valami gyógyulásra kell leszámolni? Igen, egy pici rózsaszín bőrpír keletkezik, nagyon ritkán keletkezik ez sebb, nyugodtan lehet sminkelni, és ki lehet menni az utcára, tehát utána. Hát ez nagyon látványos. Ez az előtte-utána kép? Ez az előtte-utána kép, igen, ez egy egyszeri lézeres kezelés alkalmával történt. Nyilvánvalóan maradtak még a jobb oldali az utána képen pigmentfoltok, de az egy további kezelések alkalmával ez gyönyörűen megszüntethető. Most már így látom, hogy ez egy nagyobb terület, de akkor ez a májfolt is? Vagy májfolt nevén, is, ugye? Igen, a májfolt is ide tartozik. Az is ilyen pigment. Azok a pigmentek, és azokat is nagyon szépen el lehet tüntetni. Erről beszélünk, ez pont nem jó, fényben világít meg, de egyébként nagyon szépen el lehet tüntetni. Egy pici piros folt marad egy jó ideig utána, jó ideig, egy-két hét, és utána az viszont nagyon szépen halványodik. Egy kezelés elegendő, vagy meg kell ezt ismételni? Van, akinek egy kezelés elegendő, és van, akinek viszont ismétlésre szorul, attól függően, hogy mennyire makacs ez a pigment, mennyire mélyen van, mennyire reagál ez a lézeres kezelésre, de egy-két kezelés általában elég szokott lenni. Viszont akkor már most kezdje el az, aki ezt meg szeretné tenni, ugyanis nyáron nem lehet. Nyáron nem lehet, illetve hát védeni kell a napfénytől a bőrt, tehát hogyha valakit nagyon zavar, akkor nyilván nyáron is, de inkább ezt a téli eltüntetést javasoljuk. A telefonon lehet hívni egyébként dr. Papildikot. Így van, szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre. Biztos legyetek, telefon lesz. Elmondom a számot gyorsan, 030-e ki is van írva, 515-93-99, az adás ideje alatt lehet Ildikót hívni, és fordulni hozzá bátran, bizalommal a kérdéseikkel. Köszönjük szépen! Én köszönöm.